A milánói pavilon a 2022. március 18-ai kivitelezési munkálatainak a megkezdését követően mostanra érte el legmagasabb pontját, így az épületet a régi hagyományok szerint felavatással köszöntötték. A rendezvényen jelen volt dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter, F. Kovács Sándor miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője, Huba Imre Jászhanyku Szolnok megyei közgyűlés elnöke, Szepesi Tibor Karcagváros polgármestere, Sári Kovács Szilvia alpolgármester, a Fidesz-KDNP képviseletében megjelent önkormányzati képviselők, valamint a Zeron ZRT és a Pester Kft. Képviseletében megjelentek. A Bokréta avató rendezvényen elsőként Szepesi Tibor városvezető szólt a megjelentekhez. Mint rámutatott, a jelenleg szerkezetkész építmény elsősorban kulturális, művelődési feladatokat ellátó épület lesz, amely hagyományőrző tevékenységek befogadására lesz alkalmas. Ahogyan a polgármester elmondta, a pavilon eredeti méretei, terei a tervezett rendeltetéshez nem voltak elegendőek, ezért az eredetihez képest pinceszinttel és előcsarnokkal is bővült az épület. A pavilon eredeti méretei, terei az itt tervezett rendeltetéshez nem voltak elegendőek, ezért az eredeti kubushoz képest pinceszinttel és előcsarnokkal is bővült az épület. A beruházás során megvalósul a jelenlegi mélyfekvésű, itt a hátunk mögött is látható, korábban vályogvető terület rehabilitációja, a régen volt vályogvető gödör záportározó és oltó víz kivételi hely funkciót kap, továbbá rehabilitációjával kapcsolódni fog az épülethez vizes élőhelyi látványelemként. Az épület ma már jól látható kontúrját tekintve két megjelenési elemből fog állni. A középső lapos tetős részből, tetőterasz és terasz, és a két szélső hengeres szakaszból, melyhez csatlakozik továbbá a Fürdő utca felől egy vasbeton tartó szerkezetű pihenő látványstég, a telek belső felől pedig egy kültéri színpad terület. Az elkészült épületben a helységek összes alapterülete 2098 négyzetméter, melyet 527 négyzetméteres teraszok és tetőteraszok, továbbá egy 175 négyzetméteres kültéri színpad is kiegészít. A folytatásban a városvezető részletezte a pavilon környezetét érintő kérdéseket is. Az Erzsébet-liget közösségi célú hasznosítása régi terve a városnak. Így ma olyan munkálatok jelentős előrelépéséről tudunk beszámolni, amelynek a területet érintően a legnagyobb és legfontosabb épülete maga a pavilon. De ha egy kicsit távolabbra tekintve látjuk, a vele párhuzamosan zajló, illetve már befejeződött beruházások komplexét, melyek összességében az egész Erzsébet-liget átformálását, közösségi célú hasznosítását szolgálják. A továbbiakban dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter szólt a megjelentekhez, aki elsőként arról beszélt, hogy a pavilon épülete a jelenkori magyar modern építészet egyik legszínvonalasabb alkotása lesz, amely már most is egyedi jelentést hordoz. Egy egyedi, a magyarság, a kunság, a keleti hagyományok világába viszi vissza az ideérkezőket. Mint minden épületnek, ennek is megvan egyfajta küldetése, mint hogy a lakóházaknak, a templomoknak, a gyáraknak és az iskoláknak. Ennek az épületnek egy kulturális kisugárzás, hagyományőrző, művészeti üzenete fogalmazódik meg a szemlélőben egyaránt. És bízom benne, hogy ezt a küldetést majd, amikor elkészül, tudja teljesíteni. Ebben a város közössége, a nagykunság lakossága azt hiszem, hogy mindenképpen ötleteivel és munkájával részes lesz. És van egy másik dolog is, amit az elmúlt hónapokban kibontakozott, hogy az Erzsébet-liget újra liget lesz, hiszen valamikor a mi dédapáink hozták létre a város szélén ezt a időtöltésre, kulturálódásra szolgáló teret, ahol fákat ültettek, itt volt az István mulató, itt kezdődött a karcagi szervezett sportélet is, és aztán a történelem viharai nagyon átalakították ezt a területet, és most abba az irányba mozdul elsőt, az önkormányzat valamennyi közreműködő tevékenységének eredmények sokkal-sokkal magasabb szinten fogja majd szolgálni Karcag lakosságát és az ide érkezőket, turistákat, vendégeket, rendezvények részvevőit egyaránt. Fogalmazta meg gondolatait a kormánybiztos.
Kovács Sándor miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője is elmondta, hogy a pavilon felépülése egy fontos mérföldkő Karcagnak, a karcagiaknak, valamint az ide érkező turistáknak egyaránt, de szólt a települést érintő egyéb fejlesztésekről és beruházásokról is. Ahogy a távolugró, Karcag városa is lendületet vett. Lendületet vett és elrugaszkodott. Munkahelyteremtő beruházások épülnek és épültek, hiszen nemrég adtuk át hivatalosan a Penny Market raktárbázisát, nem soká teljesen hivatalosan elindul az AgroSprint hatalmas élelmiszeripari beruházása, és épült, szépül a város. Épülnek a parkolók, a kerékpárutak, épül a csodálatos sportpálya, épülnek azok a beruházások, amire mindannyian vártunk. És hát ha egy város híres, nagy akar lenni, még annál is nagyobb, mint amilyen híres Karcag és amilyen nagy, hiszen a szívünkben ennél nagyobb város nincs, és híresebb sincs, de hát eddig Karcag híres volt a birkapörköltjéről, híres volt a nyakas kun kitartó lakóiról, de hát sajnos hiába a szívünknek közel álló templomaink, de nem katedrálisok, nem hatalmas építmények, de nekünk a legszebbek. A beszédek elhangzását követően dr. Fazekas Sándor és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselők, Szepesi Tibor polgármester, valamint a Zeron ZRT és a Pester Kft. Képviseletében megjelentek, kötötték fel a szalagjaikat, majd a jelenlévők is elhelyezhették a díszeiket a fán. Ezt követően a jelképes bukrétát felhelyezték az épület legmagasabb pontjára. Az ünnepséget követően Monori Csaba építésvezető kalauzolásával a jelenlévők megtekinthették az épületet, melynek várható átadása 2023-ra tehető.